Jahusába, vagy Józsui 7-es fejezet, és a második versben fogjuk elkezdeni. Nézzük, hogy mi az, amiről ír. Külde ugyanis Jahusa a fiakat Jerikóból, Aiba, mely Betáven mellett van Beteltől kelet felé, és szól nekik mondván, menjetek fel, kémleljétek ki azt a földet. Felmenének a férfiak is, kikémlelék Ait. Jerikó egyébként ugye a város erről mindenki valószínűleg hallott, ez Jerikó, és ez egy ősi város a Jordántól nyugatra, az első Józsi által meghódított város később Benjamin területére esett. Jerikó egyébként a hold szóból ered, úgy mint hogy a hold városa egyébként azt jelenti maga a szó, hogy Irach, a hold, ez abból ered Jerikó, mint a hold városa. Majd visszatérének Jahusához, és mondának neki, ne menjen fel az egész nép, mint egy 2000 férfi, vagy 3000 férfi menjen fel, és megverik Ait. Ugye a különcök, vagy ezek a kémek, bocsánat, akik elmentek és megnézték, hogy mi a helyzet, azt mondták, hogy 2-3000 ember elég lesz, nincsen gond, ezeket lerendezzük hamar. Ne fárazd oda az egész népet, hiszen kevesen vannak azok. Úgyhogy nincs erre szükség. 4-es vers, felméne azért oda a népből, mint egy 3000 férfi, de elfutának Ai férfiai elől, és megölének közülük Ai férfiai, mint egy 36 férfit, üldözék őket a kaputól kezdve egészen Sebarimig, és levágták őket a lejtő. Azért megolvad a népnek szíve, és olyanná lőn, mint a víz. A probléma az volt, azt mondták ugye, hogy kevesen vannak, 2-3 ezer ember elég, ennek ellenére ugye ez nem sikerült ez a hadjárat, amit próbálkoztak, és az egész nép elvesztette a bátorságát. 5 Mózes, 28-as fejezet. 15-ös versről olvashatók az átkok, amiket mond Jahua, hogyha nem tartják meg ugye az ő instrukcióit. A 68-as versig azt hiszem az az utolsó. És ebből az egyik, a 25-ös az, ahol megszalaszt téged a te ellenségeid előtt, egy úton mégy ki ő rá, és 7 úton futsz előle, és a föld minden országának rettentésére lesz. Az lényeg az, hogy ha pedig nem hallgatsz Jahuának a te Elohimednek szavára, hogy megtartsd és teljesíts minden parancsolatát, ugye parancsolatát úgy, mint mitzvá, vagy rendelését, úgy, mint huká, amelyeket parancsolok neked, akkor rád jönnek mindezek az átkok. Ugye láthatjuk azt, hogy rövid úton megtapasztalták Józsuék, vagy Jahusáék, hogy ez bizony úgy van, ahogy ő azt mondta. Azt hitték, hogy nyerni fognak, de ez nem így alakult. Egyébként ez, hogy megolvad a nép szív, és olyan lelő, mint a víz, ez szintén benne van 5 Mózes 28-ba, 65, de a nemzetek között sem pihensz meg, és nem lesz a te talpadnak nyugodalma, mert rettegő szívet, epekedő szemeket, sóvárgó lelket adott neked Jahua, és a te életed kétséges lesz majd előtted, rettegni fogsz éjjel és nappal, és nem bízol életedben. Ugyanúgy, ahogy most mondták, bár azt mondod reggel, bár csak este volna este, azt mondod, bár csak reggel volna, a te szívednek rettegései miatt, melyen rettegsz, és a te szemeidnek látása miatt, amelyet látsz. Erről beszél itt Józsué, amikor azt mondja, hogy megolvad a nép szíve, és olyan lő, mint a víz. Jahusa tudta, hogy valami probléma van, Józsué megszakadt a ruháit, földre borul a arca a Jahuának ládája előtt, mind estig. Ő és Jeszrál vénei, és port hintettek a fejükre. Józsi tisztában volt vele, hogy Jahua velük van, és tudta, hogy nyerniük kellett volna ebben a csatában, győzedelmesnek kellett volna lennie, minden jel arra utalt, illetve ő nem tudott olyan körülményről, hiszen ő tisztában volt vele, amennyiben ha leomlottak a falak úgy, hogy ők nem is harcoltak, akkor ez nem lehetett volna probléma. Ez a csata. Viszont mivel nem így történt, így egyértelművé vált az, hogy valami történt, és Jahua nem volt velük. És mondta Jahusa vagy Józsi, ó, Jahua Elohim, miért is hozzád által ezt a népet a Jordánon, hogyha az Emorós kezébe adsz minket, hogy elveszítse? Vagy ha úgy akartuk volna, hogy megmaradtunk volna túl a Jordánon? Hogy ott maradtak volna? Inkább ott maradtak volna, mint hogy eljöjjenek ide, aztán elpusztuljanak, ha nem segíti őket? Ó, Jahua, mit mondjak, miután meghátrált Jeszrál, vagy Izrael, az ő ellensége előtt? Ha meghallják a kananeusok,
és a Földnek minden lakói, és ellenünk fordulnak, és kiírtják a nevünket a Földről, mit cselekszel majd a te nagy nevedért? A másik, amivel tisztában volt Jahusá vagy Józsué, az az, hogy ők képviselik Jahuát a Földön. Ahogyan megnéztük, mikor Móséről vagy Mózesről volt szó, mikor a dicsősége eljött, mikor megmutatta az ő nevét, az ő legnagyszerűbb részét. Pontosan erről beszélt most is. Izrael, ez a nép, azért jött létre, ahol azért választotta ki, azért hozta létre, hogy az ő nevét az egész földön mindenhol megismerjék, és minden ember őt tisztelje. Így, ahogyan ma is, szerintem akkor sem nagyon értette senki, hiszen nem így viselkedtek volna. A fő dolog ebben az, hogy megértette azt Józsué, hogy ami fontos az atyának, az az ő saját dicsősége. Izrael ez csak egy eszköz az ő kezében. Persze kiválasztotta, fontos számára, hogy ezt létrehozza, de Jahova ezt meg tudja oldani bárhogy máshogy, ahogy csak ő akarja. Így döntött, ezért ő ezt fogja csinálni, viszont a lényeg az egészben az, hogy az ő nevét és az ő dicsőségét elterjesszék a Földön. Ez volt a fontos. Ezért mondta azt, hogy mit cselekszel majd a te nagy nevedért. Eljutottunk oda, hogy ebben a csatában 36 ember meghalt, elvesztették, és az egész nép retteg az ellenségtől, hiszen a probléma az, hogy így mindenki tudja, hogy ahova nincs velük, hiszen ha ez a néhány ember megölt 36-ot és őket elkergette, akkor bármelyik más nép felül kerekedhet, úgyhogy valami probléma volt a néppel. Nézzük, hogy mi az a szituáció, amiben ők benne vannak. Ezt mondja Jahua Józsuénak. Kelj fel, miért is borulsz te arcra? Vétkezett Izrael, és áthágták szövetségemet, melyet rendeltem nekik, mert elvettek a teljesen nekem szentelt dolgokból is, és loptak is, és hazudtak is, és edényeik közé is dugdostak. Ugye mindjárt meg fogjuk nézni azt, hogy mi is történt, de a fejezet elején leírja Jahusa, de Izrael vagy Izrael fiai hűtlenül bántak vala a teljesen szentelt dolgokkal, mert elvőn a teljesen szentelt dolgokból Ákán, Kárminnak fia, Zabdi fia, Zéra fia, Jahuda nemzetségéből, felgerjede azért Jahuának haragja Izrael vagy Izrael fiai ellen. Ennek a dolognak a következménye lett az a történet, amit olvastunk. De nézzük, mi is történt pontosan, mi volt az a szövetség, amelyről beszél Jahua, mikor válaszol Józsuénak, és azt mondja, hogy áthágta a szövetséget, ugye arról beszél, hogy vétkezett Izrael, ez a szó vétkezett, ez hatá, áthágták a szövetségemet, a bár, úgy, mint át kell, vagy átmegy valamin, úgy, mint ahogy a héber kifejezés át kell valamin, abré, héber, ez az a kifejezés, amit használ ott, hogy át kellni valamin, úgy, mint hogy Ábrahám a héber, a bár, át kell az egyik oldalról a másikba, azaz megszegi a szövetségét, a szövetség pedig nem más, mint brit, mint egy szövetség, szövetségkötés, úgy, mint a megújult szövetség, vagy az új szövetség, a brit hadasá. Szövetséget között velük, de ezt vétkezett Izrael bűnt követett el, vétkezett, és megszegte a szövetséget, amelyet Jahua rendelt nekik, ez szavá, melyből az a szó, hogy mitzvá, parancsolat származik, ezt megparancsolta nekik, hogy ők így viselkedjenek. Elvettek a teljesen szent dolgokból, amik Jahuának voltak szentelve, loptak, hazudtak, és elrejtették mindazt, amit elvettek. Loptak, úgy, mint lopni, vagy elorozni, gnáv, és becsapt, vagy félrevezet egyébként, hazudtak, ez káhás, hogy megfogyatkozik valami, vagy soványodik, letagad, hamisan viselkedik, vagy hazudik. Ez az, amit csináltak. Nézzük, hogy mi volt ez a szövetség, amiről Jahua beszél. Ugye tudjuk azt, hogy Ákán volt az, aki elvett ezekből a dolgokból. Megszegték a szövetséget, vétkeztek, loptak, hazudtak, elrejtették. Ez Józsué 6-os fejezet, és így szól az első vers. Jerikó pedig
be és elzárkózott vala, Jézsrael vagy Jézsrael fiai miatt, senki nem jöhetett, se be nem mehetett senki. És mondta Jahua, Józsuénak vagy Jahusának, lásd, kezedbe adtam Jerikót és királyát a sereg vitézeivel együtt. Jahua az, aki eldöntötte, hogy ez lesz a csata menete, ezt mindenki ismeri. Körbejárják a várost, a hetedik napon leomlik Jerikónak a falai, leomlanak, Ráháb túléli ezt az egészet, mindenki más elpusztul, ők pedig beveszik a várost, és utána ez egy állandó puszta lesz ezen a helyen, és nem is építhetik újra Jerikót. Ez a 15-ös vers, és lőn a hetedik napon, ugye ez már a hetedik nap, felkelének, mihelyt a hajnal feljöve, megkerülik a várost a szokott módon hétszer, csak ezen a napon kerülték meg a várost hétszer, ugyanúgy, ahogy a sabát van, minden nap egyszer, és utána hétszer megkerülték. Ugyanúgy, ahogy a sabát egyébként hozzá csatlakozik a hat naphoz. Van hat nap, és a hetedik nap az egy ilyen speciális nap, Jahuának szentelt nap, ezt reprezentálja például itt Jerikónak az esete. És lő, hogy a hetedik forduláskor kürtönlek vala papok, a kürtökkel, Jahusa pedig mondta a népnek, kiáltsatok, mert nektek adta Jahua a város. Legyen a város maga, minden, ami benne van, teljesen Jahuának szentelve, csak a parázna Ráháb, ez zná, paráználkodik, vagyis házasságot tör, vagy pedig bálványimádó. Maradjon életben ő, és mindazok, akik vele vannak a házban, mert elrejtett a követeket, akiket küldöttünk. De itt van a szövetség, amiről beszél Jahua a 18-as versben. Mindazáltal ti óvjátok meg magatokat a teljesen Elohimnek szentelt dolgoktól, hogy miután neki szenteltek, el ne vegyetek a teljesen szent dolgokból, hogy Izrael vagy Izrael táborát átkozottá ne tegyétek, és bajba ne keverjétek. Erre utal a következő fejezetben, amikor azt mondja Jahua, hogy megszegték ezt a szövetséget, amit velük kötött. A 11-es versben vétkezett, hiszen áthárták a szövetséget, melyet rendeltem nekik, elvettek a teljesen szent dolgokból, loptak, hazudtak, edényeik közé dugdosták ezeket a dolgokat. Pontosan itt ezt írja le. El ne vegyetek onnan semmit azokból a dolgokból. Ez volt az a kis szövetség, amit kötött velük Jerikó esetén. Nekik adja, de ez a feltétel. 19, hanem mivel minden ezüst, arany, rész, vas Jahuának van szentelve, Jahuának kincsei közé jusson. Kiállta a nép, mihelyt kürtölének a kürtökkel, lőn ugyanis, amint meghalál a nép a kürtnek szavát, kiállt a nagy kiáltással, leszakad a kőfa magától, felmegy a nép a városba, kiki az előtte való helyen, és bevevé azt. Elpusztítanak mindent, az utolsó szálig elhozzák onnan ugye a kincseket. Azonban a probléma másnap merül fel, amikor illetve egy kis idő múlva merül fel, amikor elmentek az emoreusok ellen, és nem sikerült őket legyőzni, hiszen valami probléma történt. Ugyanis vétkezett Izrael, áthágták a szövetségemet, és elvettek, és loptak, hazudtak, és eldugdosták az edények közé. Ezért nem bírtak megállni Izrael, vagy Jeszrael fiai, az ő ellenségeik előtt. Hátat fordítottak ellenségeiknek, mert átkozottakká lettek. Úgy, ahogyan azt mondta 5 Mózes 28-ban, mikor azt mondta, hogy ha pedig nem hallgatsz Jahuának a te Elohimednek szavára, hogy megtartsad parancsolataid, és teljesítsd minden rendelését, melyeket parancsolok ma, rád jönnek mindez átkok, és megteljesednek rajtad. Ezek közül volt az egyik, amit nagy nehezen az előbb megtaláltam, és megnéztük, már az egyik az, hogy elfutsz majd előled, és elkergetnek, a másik pedig az, ugye, hogy rettegni fogsz. Ezek azok az átkok, amik rászállnak, hogyha nem tartják meg az ő szövetségét. Ez történt velük itt. Erről beszélt Jahua, hogy ezért nem bírtak megállni, mert megszegték ezt, átkozottakká lettek, így lettek átkozottak. Ha nem teljesíti azt, akkor átkozott lesz. Herem, maga az átkozott. Hey, res és mem kinyilatkoztatja a káoszt vezető, vagy a gondolatok. És ez a káosz. A vezető
vagy bocsánat, ez a megsemmisítés, megátkozás, halálra szánás, pusztulásra szánás. A vezető kinyilatkoztatja a káoszt. Kelj fel, és tisztíts meg a népet, és mondjad. Tisztítsátok meg magatokat holnapra, mert ezt mondá Jehova. Jeszrelnek, vagy Jeszrelnek Elohime. Szentelt dolog van közötted, Izrael. Nem állhatsz meg a te ellenségeid előtt, míg el nem távolítjátok közületek a Jahuának szentelt dolgot. Pontosan úgy, ahogyan azt mondta 5 Mózes 28-ban, amikor ugye elmondta, hogy mik lesznek ezek az átkok. Úgy megszalaszt a te ellenségeid előtt, egy úton mégy ki ő rá, 7 úton futsz előtte, és a föld minden országának rettentésére leszel. Meg kell tisztítania ugye nekik magukat, holnapra, mert ítéletet fog hirdetni, és mindaddig, amíg ez a dolog el nem tűnik közülük, addig nem tudnak, nem képesek megállni az ellenségeik előtt. Azért jöjjetek elő reggel nemzetségeitek szerint, a nemzetség pedig, melyet bűnösnek jelent Jehova, jöjjön elő családonként, család pedig, melyet bűnösnek jelent Jehova, jöjjön elő házanként, ház pedig, melyet bűnösnek jelenti, ahova jöjjön elő férfianként. Nagyszerűen látszik ebből a jelenetből, hogy mi a felépítése annak a, annak a rendszernek, vagy annak az élet, az társadalomnak inkább, amit Jehova elképzel. A férfi, a hozzátartozó ház, vagy bait, úgy, mint hogy ház, a ta van a végén, ami egy jel, középen pedig a jod, mint az emberi kar, mint az ember cselekedetei, azaz a ház, a cselekedetek és a jel, a házomban a jel a cselekedetek által. Ezt jelenti a ház. A ház beletartozik egy családba, ami ugye több ember, hiszen a férfihez tartozik egy család, illetve a férfi testvéreihez tartoznak különböző, bocsánat, a férfihez tartozik egy ház, és a férfi testvérei, szülei, rokonai, mindenki házanként alkot egy családot. A család pedig beletartozik a nemzetségbe, és a nemzetség alkotja az egész izraelit, a társadalmat, vagy az egész nemzetet. 15. vers így szól, és lészen, hogy aki a szentelt dologban bűnösnek találtatik, az tűzzel égettessék meg ő és mindene, amije van, mivel hogy megszegte Jahuva szövetségét, mivel alávaló dolgot cselekedett. Mindene, amije csak van. Itt azt írja a Szent Imre, hogy mindennel, ami az övé, a Káldi pedig arról beszél, minden vagyonával együtt a tűzben. Majd meglátjuk, hogy mi ez a minden, ami hozzá tartozik. Felkele azért Jahusa, és jó reggel előállítá, jó reggel előállítá Jeszrált, vagy Jeszrált, az egész népet, nemzetségeik szerint, és bűnösnek jelentetik Jehuda nemzetsége. A nemzetség ugye ez a 12 törzs volt, és ezek közül is kiválasztották Jehudát vagy Júda nemzetségét. Ekkor előállítá Jehuda a családjait. A nemzetségen belül voltak a családok. A nemzetség Sebet, úgy mint Sin, Bet, Tet. Megnéztük ugye a Tet, az a kosár, ami körbevesz, vagy adakozik. A sin, az a két fog, ami összenyom, összeharap, vagy szúr, vagy elpusztít. A bet pedig a ház. A nemzetség az egyébként egy bot, vagy pálca. Egy pásztorbot. Vagy egy furkosbot, úgy, amivel a pásztor bárányait igazgatja, aminek van a végén az a kampó, és visszahúzza a bárányt, ami elcsatangol. De egyébként ez jelenti a törzset, hiszen egy-egy nemzetség, a nemzetség fő, irányítása alatt funkcionált, és a bot, vagy a pásztorbot jelképezte ezt a vezetőt, hiszen ő volt az, aki összefogta ezt az egészet azzal, hogy vezetőket. Bet egyébként érdekes, mert a sin az ugye elpusztít, általában azt jelenti, tett meg egy kosár, míg az egy ház. A nemzetség az a házat körbeveszi, és a pusztítástól megvédi. Ugye, hiszen az a tett, ami körbeveszi a házat a pusztítástól védve, hiszen egységesen vonulnak, ez a bot, ez a pálca az, ami védelemben látja el
a házat, hiszen távol tartja a pusztulást azzal, hogy rendben tartja az embereket. Ugye ez a család a következő szó, amiről szó van, ez pedig mispachá. Mispachá. Egyébként egy klánt jelent, vagy olyan, mint egy törzs, vagy család, vagy szövetség, ugye itt, amiről beszél, olyan, mint egy cég. De egyébként a klán talán a legnagyszerűbb, vagy pedig a család, családként használjuk magyarul. Ez mem, sin, pei, ket, hey. Hogyha megnézzük ezt a képet, ugye mem, úgy, mint a víz, vagy az ige, vagy egyébként káoszként funkcionál, a sin az lehet a pusztítás, a pei az egy száj, ami annyit tesz, hogy kinyilatkoztatni valamit, vagy beszélni, vagy dicsőíteni, de egyébként szórni, úgy, mint ahogyan a lehelletével az ember szét szór. A lehelletével az ember szét fúj dolgokat, ezt is jelenti a pay, de egyébként beszédet jelent beszélni, ez a pay. Khet az egy kerítés, hasonlatos egyébként a tethez, a tet az egy kosár, körülvesz valamit, ami így védelmezi, a khet pedig körülvesz valamit, és elválasztja a dolgokat, vagy szétválasztja, de ez is ugyanúgy védi. A hely azt ismeri mindenki, szerintem az ember a felemelt kézzel, ahogy szolgálja Jahuát, ez egyébként kinyilatkoztatás általában, vagy pedig csodált ámulat. Ezeket kell gyorsan, szépen mindenkinek egymással összerakni, és akkor látja, hogy a káosz, a pusztulás, és azt utána következik a beszéd, vagy amit szétfújja, és ettől védelmezi a kinyilatkoztatást, illetve így van az ember tulajdonképpen. Szóval védelmezi attól a szétszóródástól, a pusztulástól, a káosztól az embert, a család. Nagyjából ez az így, amit hirtelen ki lehet ebből hozni. De ha megyünk tovább, szóval megvan a nemzetség Jahúda, megvan a család, Zéra családja, ezután előállítá Zéra családját férfianként. Az összes férfi a családból megjelenik. Úgy, mintha mondjuk van egy nagyapa. A nagyapának van 8 fia. A 8 fiúnak van 10 unokája összesen. Ezek a férfiak mind kiállnak, és az ő házaikkal együtt. A ház, mindjárt meglátjuk, mit jelent a ház. A férfiak kiállnak az összes korosztálytól függetlenül, aki korosztálytól függetlenül úgy, hogy gyerek nyilván nem. De nagyjából 20 év volt az, láthattuk a, hiszen 20 év alattiak nem hullottak el, hanem bemehettek az ígéret földjére, szóval 20 évtől kezdődött ez a család dolog. Előálltak ezek az emberek, mindenki, és bűnösnek jelentették be Zabdinak a háza. Szóval a nagyapának kiválasztják a Zabdi nevű fiát, az összes többi elmehet, Zabdinak van egy háza, azon belül vannak férfiak, akiknek szintén vannak családjai. Előállítja az ő házát, a ház egyébként Bait, és bűnösnek találtatik ezen belül Ákán, Kárminnak fia, aki Zabdi fia, aki a Húda nemzetségében való Zerának fia. Szóval látjuk Zerá a család, azon belül Zabdi, a ház, azon belül Kármin az egyik fiú, és utána Kárminnak volt a fia, Ákán. Így gyakorlatilag egy nagyobb család együtt él, az alkotja. Nem úgy család, mint amire mi gondolunk, hogy 4 ember, hanem egész generációk együtt élnek. Így találták meg Ákánt. Ennek nincs jelentősége igazából a történetben, csak azt szerettem volna bemutatni, hogy a társadalomnak mi volt a struktúrája. Mondta azért Jahusa Ákánnak, fiam, adj dicsőséget kérlek Jahuának, Izrael hatalmasságának. Ez az első, amit mindenkinek tennie kell, hogyha tudja, hogy bűnt követett el. Adj dicsőséget Jahuának, Elohim hatalmasságának, ez kabod, amit megbeszéltünk ugye Mózessel kapcsolatban, ez az, ami elhaladt Mózes előtt, Jahuának a dicsősége, ez második Mózes, vagy Semot 33-as fejezetnek a végén, vége felé valahol, amikor erről beszél. Adj dicsőséget kérlek Jahuának, Izrael hatalmasságának, és tégy neki vallást, és add tudtomra, mit cselekedtél, és ne titkold el előle. Ha valaki úgy érzi, hogy valamit meg kell vallani a Jahuának, ez a menet. Dicsőséget adni neki, vallást tenni, és elmondani, hogy mi az, amit tett. Mi volt az a cselekedet.
Egyébként a tényneki vallást ez todá. Úgy, mint hogy todárba, köszönet, ez az, amiről beszél. Tényneki vallást, ez nathán, úgyhogy adj neki, és vallást, az pedig todá. Hálaadást, köszönetnyilvánítás. Érdekes módon a gesinius az, ami megvallásként fordítja. Hogyha megnézzük, ez a jadá szóból ered, ez pedig dob, vet valamit, vagy pedig hálát ad, köszönetet mond, vagy dicsér, megval, beval. Szóval ez az a szó, amiről beszél itt. Mondd el, hogy mi az, ami történt, és add tudtomra, kérlek nekem, mit cselekedtél a sá, úgy, mint cselekedtél, és el ne titkold előlem. Mondja el mindent. Ákán pedig felele Jahusának, és mondta, bizony én vétkeztem Jahua ellen, Izrael hatalmasága ellen, és ezt meg ezt cselek. Láték ugyanis a zsákmány közt egy jó babiloni köntöst, 200 siklus ezüstöt, és egy arany vesszőt, melynek súlya 50 siklus vala, és megkívántam ezeket, és elvevém ezeket, és íme elrejtve vannak a földben, sátoromnak közepében, az ezüst pedig alatta van. Ez volt az, amire ugye azt mondta nekik, óvjátok magatokat teljesen szent dolgoktól, hogy miután neki szentelitek, el ne vegyetek teljesen szentet dolgokból, hogy Izrael táborát átkozottá ne tegyétek, és bajba ne keverjétek azt. Minden ezüst arany vasedény Jahuának van szentelve. Jahuának kincsei közé jusson. Ez az, ahonnan elvette. Így van, Ákán elvette ezeket a köntöst, az ezüstöt és az aranyat. És elrejtette a sátrába. Ekkor követeket küld a Jahusa, és ezeket a sátorba, és ezek a sátorba futának, és ímé elrejtve vala az az ő sátorában, és az ezüst is alatta vala. Kivivé azért a sátor közepéből, és vivék Jahusához, vagy Józsuéhoz, vagy Jészrálnak, minden fiához, és lerakká azokat Jahu előtt. Jahusa pedig fogá Ákánt, Zéra fiát, az ezüstöt, a köntöst, a vesszőt, az ő fiait, az ő lányait, az ökreit, szamarait, juhait, sátorát, és mindent, amilyen van, és vele lévén az egész Jészrál is, vivék azokat Ákor völgyébe. Ákán, amit elvett, a fiai, a lányai, az ökrei, a szamarai, a sátor, és minden, amilyen van. Ezek mind az ő tulajdonát képezték, ezek a dolgok. A férfi, az ő háza, és minden, ami ahhoz tartozik, az ő tulajdonát képezik, és ő felelősséggel tartozik mindezekért. Kivitték ezeket Ákor völgyébe, és mondta Józsué, miért rontottál meg minket? Láthattuk azt, hogy amit csinált, annak az egész népre következménye volt. Ezért mondja azt, hogy miért rontottál meg minket? Roncson meg téged e napon, Jahua, és elborítá őt egész Jeszrál kövekkel, megégeték őket tűzzel, miután megkövezték vala őket. Ez lett Ákán sorsa. Egy nagy kőhalmot rakának feléje, minden mai napig, és megszűnik Jahova haragjának gerjedezése, ezért nevezik a helyet Ákor völgyének mind e mai napig. Ez volt Ákán története, és azt akartam bemutatni ezzel, hogy amennyiben tudjuk, hogy Jahova nem változik meg, amit tudunk, hogy nem változik meg, hiszen Malakiás 3.6 vagy Ézsaiás 55.10 megmutatja azt, hogy ő nem változik meg, és az ő szava az nem változik meg, az így lesz, így marad, akkor ugyanúgy felelősséggel tartozunk azért, amit csinálunk, és hogyha tudjuk, hogy mi az, amit ő akar, akkor érdemes azt szem előtt tartani mindig, amikor valamit cselekszünk, hiszen nem csak mi kerülünk bajba, vagy azok, akik körülöttünk vannak, hanem akár egy nagyobb közösség szintén részesül abból, amit a mi cselekedeteink magukkal hoznak, vagy vonnak maguk után. Ugyanúgy, ahogy ez Izraelre vonatkozott ez esetben. Hiszen nem csak Ákán volt az, aki bűnhődött, hanem egész Izrael, hiszen nem tudták bevenni az emoreusok földjét, sőt, meghalt 36 ember, utána mindenki rettegett és veszélyeztette a pusztulás az egész közösséget, hiszen Jahova elhagyta őket, ami nekünk úgy tűnik, hogy egy pitiáne dolog, hiszen egy köntös, meg egy kis arany itt, meg egy kis ezüst ott, és kész. A probléma az volt, hogy mindenki tudta,
hogy mik a szövetségnek, vagy ennek a britnek pontjai, mik azok, amik rájuk vonatkoznak, mik az ő kötelezettségeik, ezt megszegték. Még akkor is, ha csak egy ember, és nem is egy közösség, de mégis Yahuwah megbüntette az egész közösséget. Ezért mondja azt, hogy távolítsd el a gonoszt, írtasd ki a gonoszt te közösségedből, hiszen tudja azt, hogy ha egy ilyen ember megmarad, akkor ez a gondolkodásmód, ez a szellemiség, ami ezzel jár, vagy ez a példa, ez át fog ragadni több emberre is. Sőt, azzal is tisztában volt, hogy az egész családra átragadhat. Úgyhogy ezért távolították el ezt az embert innen. Ezt akartam volna megmutatni mindenkinek, csak hogy lássátok azt, hogy annak, amit az ember cselekszik, annak következményei vannak, még akkor is, ha most a brit hadasában nem egészen így működnek a dolgok, hiszen azt hihetnénk, hogy megúsztuk, amit csináltunk, még akkor is tudjuk, hogy nem helyes, vagy valamiféle bűn, de azt gondolhatjuk, hogy hoppá, megúsztuk, hiszen még itt élek, és nincsen semmi bajom. De azt ne gondolja senki, hogy ennek nem lesz következménye, megmondta, hogy következménye lesz. Van egy időszak, amikor még ő hajlandó kegyelmet tanúsítani mindenki számára, úgy, ahogyan azt megmondta II. Mózes 33-as fejezetben, a végén, mikor azt mondja, könyörülök, akin könyörülök, kegyelmezek, akinek kegyelmezek. Ettől függetlenül ez nem azt jelenti, megúsztuk csak azért, mert nincsen következménye azonnal ott éppen, ahol mi vagyunk, és úgy gondoljuk. Jó, látod? Túléltem. Ez az egyik dolog. A másik az, hogy ha tudjuk, hogy ilyen ember van a környezetünkben, nem érdemes sokáig ott maradni a környéken, mert amit az ő viselkedése vonz, az könnyedén átcsaphat a mi életünkbe is. Szóval érdemes figyelmeztetni az embereket körülöttünk, hogy mi az, amit csinálnak, hogyha el akarjuk ezt kerülni. Pontosan ez az egyébként, és megmutatom mindenkinek, amiről beszél a híres 3 Mózes 19:18, hogyha visszaugrunk egy verszakot, akkor jobban megértjük, hogy mi is az, amiről szó van. Ne gyűlöld atyát, fiát a szívedben, fedd meg a te fele barátodat nyilván vagy nyíltan, hogy ne viseld az ő bűnének terhét. Bosszúálló ne légy, haragot ne tarts a te néped fiai ellen, ezek ellenére, csak fedd meg, mutasd meg neki, hogy mi a helyzet, hanem szeresd fele barátodat, mint magadat, én vagyok Yahuwah. Így szereti az ember a fele barátját. Úgyhogy Ákán története, mint az összes többi, számos tanúsággal járhat, ez az, amit meg szerettem volna osztani mindenkivel. Mindenképpen kövessétek az Infobubble 2-es csatornát, ahol keddenként 20 óra 30-tól jelentkezünk 90 perc az új világrendről. Azt is javaslom, hogy aki gondolja, töltse le a videókat, ossza meg másokkal bármilyen formában, ugyanis nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő, az azonban biztos, hogy nagyon gyorsan változnak a dolgok. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom!